sokak ügyfélkapujára érkezett üzenet az elmúlt hónapokban a NAV-tól. A hivatal közel 1,5 millió magánszemét és egyéni vállalkozót értesít az elmúlt évi adó, illetve vámtartozásáról vagy túlfizetéséről. Ez azokat érinti, akiknek legalább egy adónemben 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. Az ügyfélkapunk keresztül értesítettek után ebben a hónapban újabb 500 000 ügyfelet tájékoztatnak. Azok az ügyfelek, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, ők postai úton fogják megkapni ezt az adószámla kivonatot, illetve a pótlékértesítőt is. Szeptember elejétől számíthatnak ezeknek a megérkezésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban később fogják megkapni, központilag történik ugyanis a postázása. Nálunk az ügyfélszolgálat az Egyház utca 13 szám alá költözött. Általában az a tapasztalatunk, hogy akik megkapják ezt az adószámla kivonatot, illetve a pótlékértesítőt, azok, hogyha nem tudják értelmezni, akkor az ügyfélszolgálatban személyesen kérnek segítséget. Ezt azonban szeretnék a hivatalnál elkerülni, annak érdekében, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel kevesebben legyenek az épületben. Helyette azt javasolják, hogy nyissanak ügyfélkaput, és ott tekintsék meg a pótlékértesítőt, illetve adószámla kivonatot, vagy az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségén érdeklődjenek. Azoknak az adózóknak, akiknek tartozásuk van, természetesen be kell fizetniük, 15 napon belül lehetőség szerint ezeket a tartozásokat. Azonban azt is meg kell nézni, hogyha valakinek túlfizetése van esetlegesen egy adónemen, a másik adónemen pedig tartozásra keletkezett, akkor lehetőség van ennek a tartozásnak az átvezetésére is, 17-es nyomtatványon teheti meg. Illetve, hogyha valakinek túlfizetése van, akkor szintén a 17-es, illetve egész pontosan a 20-17-es számú nyomtatványon kérheti ennek a visszautalását. A tartozás bankkártyás befizetéssel, átutalással, valamint csekken lehet befizetni. A módokról a NAV honlapján lehet részletesen tájékozódni.